Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállítom, hogy az ülés határozatképes, 12 képviselőből 12-en megjelentek. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Király András és dr. Csizmadia Csaba képviselő urakat. A tisztelt képviselőtestület megkapta a napirendeket. Hetedik napirend pontnak javasolnám felvenni az előterjesztés az ingatlanok értékesítéséről és egyéb ingatlannal kapcsolatos döntésekről pontot. Van-e ehhez kérdés, javaslat, észrevétel napirendi pontokhoz? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a napirendről. Megállapítom, hogy a testület egyhangon szavazott, igennel. Az első napirendi pont a településrészi önkormányzat tagjainak megválasztásáról szól. Megtörtént a rész önkormányzat tagjainak megválasztása. Gratulálok a mandátumot nyert képviselőknek. Önnekik is esküt kell most tenni, úgyhogy megkérném őket, hogy fáradjanak ide ki, a többieket meg megkérném, hogy az eskü idejére álljanak fel. Második napirendi pontunk az alpolgármester választásról szól. A törvény előírja, hogy a testület az alakuló ülésén vagy az azutáni ülésen alpolgármestert választ. Kialakult helyzetben egyeztetések után az a döntés született, hogy két alpolgármester kerül jelölésre. Az egyiket én jelölöm, a másikat pedig a mind a kettőt én jelölöm, de az egyik az én jelöltem, a másikat pedig a Fidesz javaslata alapján terjesztem elő. Úgyhogy szeretném először akkor az én általam felterjesztett jelöltről a szavazást megkezdeni. Mohács város alpolgármesterének javaslom dr. Szigeti József urat. Megválasztani javasolt személy alkalmas-e feladat megfelelő ellátására, megfelelően képviselni tudja a szükség esetén a polgármester helyett az önkormányzatot. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolítására 3 tagú szavazóbizottságot fogunk választani. A szavazatszámláló bizottság tagjainak kérem föl Bognár Sándor, Kovács László és Jaksik György képviselő urakat. A titkos szavazás lebonyolításáig szünetet rendelek el.
szavazat. Szavazatszámlálás, ezen szeretném kihirdetni. Dr. Szigeti József 4 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 3 érvénytelen szavazattal nem lett megválasztva. Köszönöm szépen. Miután az én jelöltem nem lett megszavazva, a másik jelöltet értelemszerűen nem terjesztem fel szavazásra, mert a témakörben még további egyeztetés szükséges, ezt a későbbiekre halasztjuk. Szerintem nagyon sajnálom ezt a kialakult helyzetet, mert a jelölt az egy köztisztviselő megjelölendő mohácsi lakos. Ő méltóképpen tudta volna képviselni a város érdekeit, illetve a nehéz egészségügyi helyzetben is. Tehát látom, hogy ebben még tovább kell egyeztetnünk, és tovább kell majd dolgozni. Természetesen. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy Szigeti doktor itt van a sorokban? Nincs. Polgármester, akkor hogy gondolta, megválasztjuk, hogy hol lett egy érdesküt? Vagy akkor előre már egyeztetések történtek, és sejtette, hogy nem történik meg a választva, vagy a korábbi egyeztetések azok, ennek ez volt a tartalma? Köszönöm. A Szigeti doktor jelezte, hogy kíván ebből a mandátummal élni, és el is tudott volna jönni egyébként. Harmadik napirendi pontunk, mivel nem választottunk alpolgármestert, ez a napirendi pont értelmetlenül válik. Akkor megyünk tovább a negyedik napirendi pont. Bizottságok megválasztása, bizottságok tagjainak megválasztása. Ki lettek osztva a javaslatok a bizottság tagoknak, konszenzus alapján született, és ebbe most az SMS által engedett 3 bizottság megalakítása látható. Én javaslatot tettem egy új bizottság létrehozására, amit a következő testületi ülésen fogunk megalakítani, ez pedig a Kulturális Idegenforgalmi és Turisztikai Bizottság. Nagyon fontosnak tartom, hogy városokban sokkal hangsúlyosabb megjelenést kapjon a kultúra és az idegenforgalom. Azt gondolom, hogy egy ilyen történelmi városnak, mint Mohács, kell egy olyan szervezet, ami összefogottan tesz azért a dologért, hogy az itt megjelenő turisták minél több időt töltsenek el, és ebből a városnak a bevétele markánsan emelkedjen. Úgyhogy a kiosztásos anyagban megkapták akkor a tisztelt hölgyek, urak a javaslatot. Kérem, hogy akkor erről szavazzunk. Más javaslat, kérdés? Kérnék szépen nyilvánosan ismertetni a tagok névsorát. Ugye most arról szavazunk, hogy kik vannak a bizottságokban, azért erre a lakosság kíváncsi. Köszönöm. Pénzügyi Gazdasági Bizottság, elnök Dr. Csizmadia Csaba, a tagok Bognár Sándor, Jaksics György, Szulcsikné Fábián György, Seffer Robert Autajta és Kovrák Tibor, Szociális Egészségügyi Bizottság, elnök Bogos Tünde, a tagok Bertanic Vilmosné, Fábiánné, Szocsikné Fábián Gyöngyi, Vébel Zsolt, Varga Veronika, Engel Ferenc, Dr. Szigeti József. Ugye itt még Kulturális és Oktatási és Sportbizottság néven megalakulandó bizottság elnöke, Földvárjánél Víz Zsuzsa, Kovács László, Bogos Tünde, Király András, Csolláknyi Takács Lívia, Kut Árpád, Dr. Bognár Ivett.
Ha más kérdésjavaslat nincs, akkor kérném szavazzunk. Megálltam, hogy egy hangi szavazás történt. Akik jelen vannak külsős bizottsági tagok, azokat megkérem, hogy esti tételhez jöjjenek ki. Köszönöm a szót, polgármester úr, mindenek előtt gratulálok a megválasztott tisztségviselőknek és bizottsági tagoknak, és egyben kérném polgármester urat, hogy minél előbb gondoskodjon arról, hogy a hiányzó kültagok a következő testületi ülés előtt letehessék az esküt, hiszen ugye úgy tudjuk, hogy az előterjesztésekhez már bizottsági vélemények kellenek, amik hát elengedhetően szükséges, hogy esküt tegyenek előtte valamilyen időpontban a most hiányzó emberek. Különben nem vehetnek részt a bizottságok munkájába. Engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy számomra egy kicsit érthetetlen, hogy oly nehezen, de mégis elindult egyeztetéseket követően teljesen más, hogy hozta elő a koreográfiát most, mint amit korábban egyeztettünk. Ön mindenhol hangoztatja, hogy mindenképpen is mindenkivel szeretne együttműködni, úgy látszik csak a testülettel, nem? Így viszont nagyon nehéz lesz, polgármester úr. Köszönöm. Köszönöm a szót, polgármester úr. A külsős bizottsági tagok eskütételére vonatkozó felvetéssel kapcsolatban szeretnék válaszolni a képviselő úrnak, hogy az eskütök most meg nem jelent külsős tagoknak a testület előtt kell letenni. A képviselőtestület előtt kell letenni, tehát vagy rendkívül ülés keretében csak eskütételrel szólna a testület, vagy pedig a jövő héten pénteken tervezett testületi ülést megelőzően tesznek esküt. Mivel a nyilvános bizottsági ülésen részt vehetnek, a munkájában egyelőre szavazati joguk addig, amíg esküt nem tesznek, nincsen. Viszont a bizottságok ezek nélkül az egy hiányzó fők nélkül is határozatképesek. Köszönöm, jelezzem már, fogadja a válaszom. Köszönöm. Az önkormányzat szervezeti működési szabályzatáról szól. Megkérjük egyszer azt, mint, hogy... Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az előterjesztést mindenki készhez kapta. Időközben egyeztetés folyt a Baranya megyei kormányhivatallal, és egy apró módosítást, illetve kiegészítést szeretnék a kiosztott anyaggal kapcsolatban megtenni, és ez pedig a rendelettervezet 8. paragrafusának
rá vonatkozik, és pedig a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatások esetén a képviselőtestület összehívására és annak vezetésére vonatkozó szabálynak a szervezeti és működési szabályzatban történő rögzítése. Ezt kötelező jelleggel kell az SMS-ben szabályozni. A kötelező felhatalmazást az MÖTV 45. szakasza adja meg. A kiegészítés az a rendelet, tehát a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet 12. paragrafus első bekezdésének egy utolsó mondata lenne, ami így hangzik. A polgármester és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a képviselőtestület ülését a legidősebb képviselő hívja össze és vezeti. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ez kifejezetten az ülés összehívására és vezetésére vonatkozó felhatalmazás, és csak abban az esetben, hogyha mind a polgármester, mind az alpolgármesteri tisztség vagy betöltetlen, vagy mindketten tartósan akadályoztatva vannak. Nekem ez a kiegészítésem van. Ha van kérdés az előterjesztéshez, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Nincs. Akkor szavazzunk. Aki egyetért az előterjesztéshez, kérem szavazzon. A szavazás után köszönöm szépen a szót, akkor szeretném a képviselőtestületet arra emlékeztetni, hogy a polgármester úr elmondta, hogy a meglévő három bizottság mellett egy új bizottság felállítására fogalmazódott meg javaslat. Az erre vonatkozó előterjesztést a jövő pénteki testületi ülésre fogja a tisztelt képviselőtestület készhez kapni. Úgyhogy a jövő testületi ülésen is fog szervezeti és működési szabályzat módosítást tárgyalni a testület. Köszönöm szépen a szót. Következő napi pontunk a jutalmak kifizetése. Itt a benyújtottakhoz képest két dolgot szeretnék még módosítani. Az egyik, hogy a jegyzőasszonynak szeretnék hatvani plusz bért a választás lebonyolításánál végzett nagyon komoly szakmai és egyéb más munkája miatt adományozni, úgyhogy ha ezzel egyetért a testület, akkor ezt kérnék belefoglalni az előterjesztésbe. A másik pedig, hogy szeretném úgy szétbontani a jutalmazást, hogy a magam részére első jutalmazás és az összes többi felterjesztett részére történő jutalmazás. Én az én rám eső részt azt szeretném dedikáltan máshova eljuttatni, nem tartok igényt az egyhavi bérre, úgyhogy szeretném az 50%-át ennek a juttatásnak a mozgáskorlátozottak Mohácsi Egyesületének, a másik felét pedig, a másik 50%-at pedig Berki Nikolász gyógyulására szeretném fordítatni, és kérem majd a pénzügyi osztályt, hogy az utalást ennek a döntésnek az értelmében hajtsák végre. Úgyhogy ezekkel a kiegészítésekkel kapcsolatban van még valakinek kérdése, hogy... Köszönöm a szót, polgármester úr! Valóban egyetértünk azzal, hogy a köztisztviselőknek, illetve az itt dolgozóknak megjárjon az itt feltüntetett bérkiegészítés, akik nyilván egész évben itt voltak. Most meglepetten hallgattam, hogy olyan pénzt tetszik szétosztani, ami nincs is. Ugyanis én úgy gondolom, hogy egy október 13-i választás után egy hónapos munkára nem hiszem, hogy megjár egy havi bér. Én úgy gondolom, ha most a második éve a ciklusnak nyúznánk most, akkor természetes, hiszen már letetszett valamit tenni az asztalra. De az, hogy csak besétált egy jogerőny miatt a polgármesteri székbe, ezért
600 000 forintot, mert egyébként itt megjegyezném zárójelben azt is érdemezte lakosság, hogy ezt valahogy ugye elhallgattuk. Nyilván nem titok, nyilvános, de ebből kapcsolódóan lett volna az a kérés is, hogy minden napirendi előterjesztést lehessék ismertetni részleteiben, ahogy ezt megszoktuk a korábbiak során, mert a lakosság akkor a tévé közvetítést nem érti, és nem jut információhoz, tehát ezt is. Tehát itt akkor a lakosságnak mondjuk elő bruttó 600 000 forintról van szó, viszont én nem gondolnám, hogy egy hónapos, még a munka el sem indult, hiszen a városnak még funkcionális tisztviselői és bizottságai sem voltak, és nem volt érdemi munka, mondhatnánk, automatizmusok vitték az intézményt előre, ezért járna önnek ennyi pénz. Az, hogy szétoszt valamit, az természetes, tessék adakozni a cukiság kampány része. De az, hogy azt, ami meg se jár egy hónapos munka után, én úgy gondolom, még nem kellene osztogatni. Nagyon szívesen más forrásból támogatjuk mi is nyilvánvalóan az elesetteket, a kutyákat, a macskákat, a mindent, de ez a pénz én úgy gondolom nem jár, hogy polgármesternek egy havi, hát nem is tudom, volt egy érdemi munka alapján. Köszönöm. Mint ezt a képviselő is tapasztalhatta, pont ezt a pénzt ajánlottam föl karitatív és jótékony célra. Nem kívántam indikálni ezt az összeget magamnak, még akkor se, hogyha ha jogos vagy nem jogos az a kifizetés. Én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy kívülről az látszik, hogy itt automatizmusok mentek, és senki nem csinált semmit, tehát én magam nem csináltam semmit, azért ezt elmondom, hogy nálam a műszak reggel 8-tól este 8-ig tart, rengeteg tárgyaláson vagyok túl, nagyon sok megbeszélést folytattam, és ezek közül jelentős számban olyat, amelyik a város életét előre fogja vinni, és előre fogja mozdítani. Tehát azt, hogy én nem csináltam semmit, azt itt most azt kikérem magamnak. Rengeteg munkát tettem bele már most ebbe a dologba, és ezt a munkát ugyanúgy fenn fogom tartani. Úgyhogy lehet, hogy ezt ön cukiság kampánynak veszi, hogy segítünk egy beteg gyermeken és a mozgáskorlátozottokon. Én azt gondolom, hogy ennek a pénznek igenis nagyon helye van ezekben a dolgokban. Teljesen igazán polgármesternek abban a részébe, hogy megérdemlik az emberek. De még egyszer mondom, ez közpénz. Tehát ami meg se jár önnek, azt ne hozza szét. Adjon más forrásból. Tehát az, hogy mi jár meg, azt a testület el fogja dönteni. Én javaslom, hogy ezt a napirendi pontot enélkül a előterjesztés rész nélkül tárgyaljuk. Tehát még egyszer mondom, nem a gyerekek ellen, és nem a kutyák ellen, meg a többi ellen van kifogásom, hanem arra, hogy egy havi, más egy éve dolgozott itt, és azután kapja meg ezt a bérkiegészítést. Itt egy hónapos bentlétről van szó, és ez alapján én úgy gondolom, hogy ennyi nem jár, akkor adjuk arányosan, még az is elfogadhatóbb lenne, aztán azt már tetszik osztani, ami az öné, de ami a közé, azt ne tessék így szétosztani. Vagy más jobb címeken is, más módon. Úgyhogy én azt javasolnám, és erre kérem, hogy szavaztassa meg a testületet, hogy ezt a napirendi pontot módosítsuk azzal, hogy kikerüljön ez az előterjesztési részből. Köszönöm. Nem, akkor így tennék fel a kérdés szavazásra, hogy akkor a képviselő úr által előterjesztettek, hogy szavazzuk meg. Ki egyetért, az kérem szavazzom. A módosítással, tehát hogy ez az utolsó pont, ez kikerüljön a határozatból. Jó, akkor kérem akkor ezzel együtt oldalra szavazzunk. Önben ki volt ellene? Tartózkodás. Köszönöm. Jó. Akkor a 7. napirendi pont. Ingatlanok értékesítéséről és egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó döntések. Megkérem az előterjesztés készítőjét, Dr. Bacellár Virágot, jogtanácsost, hogy hozzáfűzéseit azt tegye meg. Tisztelt képviselőtársai, tisztelt jelenlevők! Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztésnek azért kellett most ide kerülnie, mert ez az előterjesztés egyedi kérelmeken alapult, mert a mohácsi lakosok kérelmein, tehát maga az előterjesztés körülbelül 40-50 kérelemnek a megoldását foglalja magában.
Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban a tulajdonosi jogok gyakorlója jelenleg a képviselőtestület, ezért kérem, hogy vegyük végig ezt az előterjesztést, és hát döntsenek a felmerült kérdésekben. Igyekeztem összecsoportosítani az ingatlanokat, hogy legyen egy logikus rendszer benne, és ezt szeretném most pár mondatban ismertetni. Az első és legfontosabb, ugye a képviselőtestület már évek óta döntött erről, több alkalommal több határozat született, hogy a déli lakóparkban külön RC-re létrehozott telkeket értékesíti azzal a céllal, hogy a mohácsi családokat tulajdonképpen olyan lehetőséghez juttassa, hogy ott házat tudjanak maguknak építeni, ugye otthonuk legyen. Jelen pillanatban három ilyen lakóparki telekkel kapcsolatos vételi szándéknyilatkozat van önkormányzatunknál, de szeretném kérni, hogy a polgármester úr kapjon felhatalmazást ezzel kapcsolatban, tehát hogy az összes ilyen lakóparki telekkel kapcsolatos adásvételi szerződés aláírására természetesen a korábban elfogadott határozatok feltételrendszere szerint, tehát a 2200 forintos kedvezményes négyzetméter áron, illetve hogy egy család csak egy telket vásárolhat kedvezményes áron, illetve az eddigiek szerint, tehát a feltételekben semmi nem módosulna. A második ilyen csoport ugye a szigeti horgászanyák értékesítése 2019-ben megkezdődött. Itt a részönkormányzatnak van erre döntése, ugye a vételáról, a 3500 forint plusz áfáról. Ez a kemping alatti rész került felosztásra, és ott az eddigi bérlőknek biztosítja az önkormányzat azt a lehetőséget, hogy megvásárolják ezeket az ingatlanokat. Eddig folyamatosan érkeznek a vételi szándéknyilatkozatok, körülbelül 15 ingatlan került értékesítésre, eddig most is van három ilyen vételi szándéknyilatkozat önkormányzatunknak, és erre is szeretnék egy ilyen általános meghatalmazást kérni a polgármester úr részére, hogy természetesen az eddigieknek megfelelően, úgy, ahogy az eddig zajlott az értékesítés, itt a horgásztanyákkal kapcsolatos adásvételi szerződéseket írhassa alá. A Romai Háros pontban egy belterületi ingatlannal kapcsolatban egy egyedi eset került kiemelésre. Az egyik mohácsi lakos benyújtott egy vételi szándéknyilatkozatot egy önkormányzati kivett beépítetlen területtel kapcsolatban. Itt a városfejlesztési osztályvezető a piaci körülményeknek, illetve a hasonló fekvésű nagyságú ingatlanoknak megfelelő árat határozott meg, és erre is kérném a felhatalmazásokat, hogy az adásvételi szerződés megköttethesse. A következő, a négyes, római négyes ponttal kapcsolat, ugye az egy szigeti ingatlant érint, a 4094/4-esen, itt történt értékbecslés, tehát az önkormányzatnak már korábban is felállt az a szándék, hogy ezt értékesítse, 3.330.000 forint a vételár, egy darab vevőjelölt van. Ezt annyiban szeretném kiegészíteni, hogy megkérném a testületet, hogy most döntsön arról, hogyha ez értékesíthető, tehát döntsön az értékesítéséről, illetve hatalmazza fel a polgármester urat a szerződés aláírására, viszont a szerződés megkötésére csak akkor kerüljön sor, hogyha a részönkormányzat hoz erről egy támogató döntést, mert nyilván ők ismerik jobban a helyi viszonyokat, tehát hogy ezt mindenképpen várjuk még meg. Az ötös pontban megint egy egyedi eset került felvázolásra. Ott van egy mohácsi ingatlan, ahol az önkormányzatnak 12-24 része van. A másik tulajdonos, tehát a tulajdonosok, ugye a másik félnek a tulajdonosai kezdeményezték ennek a megosztását. A önkormányzati, még a nyáron kaptak az önkormányzattól ehhez jóváhagyást. Ők a saját költségükön elvégeztették a telekalakítást, illetve ezt a megosztást. És most ehhez kérném az egyetértésüket, hogy az ezzel kapcsolatos szerződést, ugye a megosztásra kapcsolatos szerződést és a ehhez kapcsolódó változási vázlatot írhassa alá a polgármester, hogy itt nincsen pénzmozgás, és ez a megosztás is a saját költségén történt ennek a mohácsi lakosnak. Ugye az adatvédelem miatt nem írtam bele neveket, de aki kíváncsi a nevekre, ugye ezek elérhetőek nálam. A hatos pontban szintén visszautalok egy korábbi módosításra. Az október 10-e ülésen került módosításra ugye a vagyonrendelet,
itt néhány ingatlan forgalomképessé vált, tehát a forgalomképtelen törzsvagyonból átkerült forgalomképes ingatlanok közé. Ugye ezt akkor a képviselőtestület egyhangban elfogadta. Erre a három ingatlanra ugye értékbecsléssel és hasonló fekvésű méretű ingatlanok árának ismeretében került ármeghatározásra. Ezért kérem, hogy itt is az adásvédő szerződések megkötését hagyja jóvá a testület, illetve a polgármester, vagy a polgármester úr aláírassa ezeket. Akkor a római 7-es ponton megint egy ilyen nagyobb témakör van az önkormányzatnak, ugye számos ingatlanon van elővásárlási joga a városban, ugye főleg azért, hogyha a rendezési tervében valamilyen útépítéssel, településfejlesztéssel kapcsolatos feladat van, akkor tehát ezek az alapján kerültek rá ezek az elővásárlási joghoz ingatlanokra. Itt, amikor ezeket az ingatlanokat Mohácsi lakosok egymás között ugye eladják, megveszik, akkor mindig megkeresik az önkormányzatot az elővásárlási jog gyakorlása miatt. Itt van egy konkrét eset leírva, ahol pont egy ilyen útszélesítés miatt az önkormányzat ugye bekíván lépni az adásvédelmi szerződésbe, és ilyen egészen kis részeket szeretne az ingatlanokból megvenni, ugye a vevők által már korábban megbeszélt vételáron. Van egy olyan kérelem, amikor nem kívánunk élni az elővásárlási jogunkkal, mert az a terület nem szerepel a városrendezési tervében, és mivel ezek a kérelmek rendszeresen érkeznek önkormányzatunkhoz, hogy az elővásárlási joggal kapcsolatban nyilatkozzunk, ezért ezzel kapcsolatban azt szeretném javasolni, amit bele is írtam az előterjesztésbe, hogyha a városfejlesztési osztályvezető szakmai javaslata alapján az önkormányzat nem kíván az adott ügyben élni az elővásárlási jogával, akkor kérem, hogy erre hatalmazzák fel a polgármester urat, tehát hogy nemleges válasz esetén akkor az saját jogon ezt a nyilatkozatot kiadhassa. Ugye nyilván az önkormányzatnak szüksége van ott a terület egy részére a valamilyen útépítési vagy valamilyen fejlesztési munkához, akkor az mindig testület elé fog kerülni, tehát hogyha az önkormányzat szeretne részt vásárolni az elővásárlási jogával élve. A 8. egy szintén egy egyedi eset, egy Mária Kiméd ingatlannal kapcsolatban van az önkormányzatnak 12-16 tulajdoni hányada. Ezt még a nyáron keresték meg még a Szekó polgármester urat, és akkor ugye a helyi piaci viszonyoknak megfelelően úgy került megállapításra, hogy ez az ingatlan része az 100 000 forintos értéket képvisel, és ezért kérem a testület jóváhagyását, hogy ezen a vételáron ezt a tulajdon részt megköthessük az adásvételi szerződést, és az önkormányzat úr aláírhassa. A 9. pontban a római 90-ben a haszonbérleti szerződések vannak feltüntetve. A feltüntetett helyrajzi számokra az önkormányzatnak egy éves időtartamra van haszonbérleti szerződése, tehát élő haszonbérleti szerződések vannak, de a haszonbérlők megkeresték az önkormányzatot, hogy szeretnék további egy évvel ugyanilyen feltételekkel meghosszabbítani, ezért ehhez javaslom, hogy kérem a testület támogatását, illetve az, hogy a polgármester úr a haszonbérleti szerződés hosszabbításokat aláírhassa. A 10-es pont megint egy ilyen napi szintű kérelem, tehát napi szinten jönnek ilyen kérelmek, és azt gondolom, hogy elég fontos és anyagi vonzata is van. Az önkormányzatnak elég sok ingatlanok, főleg az újonnan eladott telkeken van különböző rendelkezési jogot korlátozó tilalma, vagy bármilyen bejegyzése. És ugye a mostanában a lakásszélú támogatások folyósításának feltétele, hogy a magyar állam és maga a pénzintézet is a tulajdonában a ranghelyben megelőzze a harmadik személyeket, így az önkormányzatot is. És ehhez kérnek mindig hozzájáruló nyilatkozatot, tehát ez anélkül nem mehet végbe, hogy nem ad hozzá az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatot. Tehát javaslom, hogy itt is kapjon a polgármester egy általános felhatalmazást, hogyha ilyen lakáscélú támogatás folyósításának igénye vagy kérelem merül fel, ugye az ügyfelek jönnek a kérelemmel, akkor ahhoz a polgármester úr járulhasson hozzá, hogy a magyar állam, illetve a pénzintézet ranghelyben megelőzhesse az önkormányzatot. A 11. pont szintén egy ilyen elég gyakran felmerülő dolog. Az önkormányzatnak az ingatlan nyilvántartásban ugye elég sok bejegyzett joga van, visszavásárlási jog, elővásárlási jogok,
különböző építési tilalmak van, ami még az árvíz idejéből van, ugye a Dunaparti ingatlanokon építési tilalom, elidegenítési és terhelési tilalom. Azt javaslom, hogy ha ezeknek megalapozottan, tehát a főkötelezettség az vagy lejárt a határidő, vagy pedig mondjuk egy jelzálogjognál ugye visszafizetésre került ez az összeg, ami miatt a jelzálogjog rákerült az ingatlanra, illetve minden esetet egyedileg megvizsgálva pénzügyi osztályvezető és városfejlesztési osztályvezető bevonásával. Tehát javaslom, hogy ezeket a tilalmak törléséhez hozzájáruló nyilatkozatokat a polgármester úr írhassa alá saját hatáskörében, tehát mindig ugye az adott téma osztályvezetőinek javaslatára volt. A 12-es pont az egy olyan határozatnak a módosítása, amit a testület már az április 26-a ülésén tárgyalt, és egyhangú döntéssel elfogadott. Ez a kerékpárutak építése kapcsán tulajdonképpen a tulajdonviszonyok rendezése a magyar államot képviselő magyar közúttal. Itt annyit szeretnék kérni, hogy módosítsák úgy az elfogadott határozatot, ugye, hogy a Szegő József polgármester úr helyébe a Csorvai polgármester úr kerül, így akkor ő alá tudja írni ezeket a szerződéseket és a telepi alakítással kapcsolatos vázrajzokat. Tehát tulajdonképpen már egy elfogadott döntésről van szó, csak ugye ezek még folyamatban lévő ügyek, és az új polgármester neve kellene a szerződésekre. Ezeket a határozati javaslatban is én ennyiben szerettem volna összefoglalni, hogyha van valami kérdés észrevétel javaslat, akkor szívesen válaszol. Valakinek ez kapcsolatban kérdés kapcsolatban. Köszönöm a szót, polgármester. Nem kérdésem lenne, hanem egy javaslatom. Egyetértünk az előterjesztéssel, egyetértünk azokkal a felvetésekkel, hogy különböző jogokról történő lemondással ról a polgármester automatizmust kapjon és felhatalmazást, viszont nagyon sok ilyen ügy lesz a későbbiekre való tekintettel is. Nem biztos, hogy ezekkel az apró ügyekkel a testületet kellene terhelnünk, úgyhogy a következő ülésen lesz SMS módosítás, és javasolnánk egy olyat, hogy mondjuk az ingatlanok tulajdonosi döntéseivel kapcsolatos határozatokat a pénzügyi és gazdasági bizottság tudja meghozni, mondjuk egy 10 millió forintos limit felállításával, és akkor ezeket az apró ügyeket nem kellene a testület elé hozni. Ez most nem határozati javaslatmódosítás lenne, hanem egy felvetés, hogy akkor a következő ülésre emeljünk be egy ilyen klauzulát az SMS-be. Köszönöm. Köszönjük szépen a végigszabást. Jó, akkor ha nincs más észrevétel, és akkor szavazzuk erről a kérdés pontról. Egyben egy hangulattal a szavazás végeredménye, hogy megköszönöm mindenkinek a munkát és a részvételt, és a mai ülésbe lezárt. Köszönöm szépen, viszontlátásra!